Szerusztok, srácok! Nézzük meg a március 21-i Epic ingyenes játékok közül a másodikat, mert ugyan az Invincible-t már megnéztük. A Call of the Wild, The Angler, ezzel fogunk játszani. A The Hunter sorozat fejlesztőitől, a pontosabban a Call of the Wild sorozat fejlesztőitől egy ilyen teljesen open world világot kapunk, amiben egyébként van tutoriál is, hogy hogyan kell horgászni, mert ez egy horgászós játék, az atomcsillás Call of the Wild, a The Hunter, az egy nagyon király vadászós játék, ahol lehet követni az állatok lábnyomát, meg lehet őket sebezni, trófeának kiállítani őket, na és ez annak a horgászós változata, különféle damilok vannak, csalik, és lehet fejleszteni mindent, jól be lehet járni a világot, lehet betegségbe szenvedő fákat lejelenteni, gyűjteni csontokat, pénzérméket, papírlapokat, illetve a növények lokációját is feljegyezhetjük, különféle növények lokációját. 12 fős kóf van a játékhoz, úgyhogy 11 másik társaddal, vagy külön-külön akár tudtok lógatni a vízbe dolgokat. Ez lenne ez a játék, ezt fogjuk most majd kipróbálni. És kipróbáltuk ezt az Invincible Presence Atom Eve-t, ez gyakorlatilag egy ilyen fullosan ilyen képregényes játék, így ahogy látjátok. Elég királyam, hogy ez az ábrázolás, nekem tetszett, viszont ez olyan, mintha egy képregényt olvasnál, miközben néha döntéseket kell hoz, hogy mit mond a karakter, Eevee, és néha ilyen körökre osztott csatákba is részt kell vegyél. Mint koncepció amúgy érdekes, hogyha érdekel téged ez az Invincible-ös világ, vagy esetleg ez az Eevee, vagy nem játszottál még ilyen képregényes játékkal, akkor érdekes lehet. A jövő heti játék pedig az Islets, ezt nem fogom streamelni, mert már volt belőle stream még 2 évvel ezelőtt. Ez egy ilyen platformer, kalandozó platformer játék, ezzel a kis nyúlegérrel, és hasonló aranyos lényekkel lehet találkozni, meg kaszabolni csúnyább lényeket. Ott van például az a madár. Lehet vele beszélgetni. Úgyhogy ez egy aranyos platformer játék, ezt lehet majd jövő héten behúzni. Kíváncsi leszek, hogy nektek majd ez hogy tetszik, hogyha így kipróbáljátok. Ez egy indie játék, egy aranyos indie játék. Na, látjátok, ilyen térkép van, mint egy Oriba például. Vagy egy Prince of Persia-ba az újabban. Ilyen metroidvániás. Úgyhogy, hát ez lesz jövő héten. Viszont most, pecázás. YouTube egyszerűbb tévém, mert talán szebb is a minősége. Nem tudom. A tévén szebbek a dolgok általában. Tikul. Úgyhogy értető. Szevasztok. What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? Remélem, chillhez előkészültetek? You've made your own path through these hills. Relaxáció veszély. Közeleg. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. Átírom a kategóriát közben. Well, just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you
You never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, The Angler. Na, királyság. Mutatom nektek a beállításokat. Ezen éven P. Minden max. Kész. Ennyi. Ezek lettek volna a beállítások. Ja, és azt nem is mondtam, hogy március 26-án érkezni fog ez a 30 eurós játékhoz egy dél-afrikai rezervátumos DLC, ahol egy dino parkot is meg lehet majd nézni. Na nézzük. Én játszottam egy Ultimate Fishing Simulator nevezetű játékkal, úgyhogy ott már megtanultuk, hogy ez a horgászás, ez egy nagyon ilyen lassú folyamat. Uh-huh. Oké. Nem kell kesztyű. Na ez. Ez jó lesz. És ilyen csizmát szeretnék. Na jó, kész vagyunk. Sophia Taylor from Taylor's Tackles here, and I hear you're in need of a little fishing refresher. Well, let me tell you, you've come to the right place. Although another right place to go would be Taylor's Tackles, right down at the Central Outpost. Can't miss it. Golden Ridge rezervátum. Na, most megtanítanak minket horgászni. Amint vége a tutoriálosnak, becsatolnak minket az online többjátékos módba automatikusan. Now, first things first, let's get you in position. Step up to the pier if you please. Na, szép a játék, srácok. I see you've brought your own rod. Can't get anywhere if you don't take it out. Átom, hoztad magaddal a botot. A botod. So, let's start off with a simple cast. Keep those shoulders and hips square for me. Azt mondja, hogy hosszan balklik, aztán előre-hátra. Aztán előre. Ja nem. Hosszan, aztán le, aztán előre, és elengedni. Reel it in. Oda néz! Get used to it. Aha, látom.
lehet gyorsan is felhúzni, aha. I'd like to see a nice clean cast. Strike as soon as she bites and reel her in when she's tired. Micsoda? Az ott valami... Mi? Az egy giriszta? Az valami műgiriszta lesz, nem? Na. Szóval... Most várunk. És hogyha ráharap, akkor jobb klik. Ja, én azt hittem, hogy már... Azt hittem, hogy siker. Elvileg jön a hal, srácok. Ott van. Oda néz, ilyen boldog. Hegyi fehér hal. 0,09 kg. 12,5 centi. Hát ez nagyszerű, srácok. Ez egy elengedés lesz. Mi alapján dől el, hogy elengedik, vagy megtartják a halat? Ha elkapunk halat, XP, járérte és kredit. A kreditből új felszereléseket lehet venni, amik a shopba jelennek meg. Az XP-vel pedig szinteződni fogunk, amivel még több felszerelés oldódik fel a boltba. Értem. Akkor úgy látom, nagy szükség van a szintekre. Nem értem, hogy akkor mi értelme van a szinteknek. Vagy majd a szint lépéssel más is feloldódik? Ez egy átlagos méretű hal. Na, el kell vennünk a boltoshoz. De vajon hogy lehet elrakni? Hát ugyanazzal, amivel elővettük. Eddig csak mondom amúgy, hogy a vadászós játék közelebb állt hozzám. Ez a horgászós nekem már valószínűleg túl nyugat. Meg kell inni pár kávét előtt, és akkor jobban jönnek a halak. Itt is, ahogy látom, vannak tornyok. De lehet futni. This right here is my pride and joy. The Central Reserve Outpost. Na de láttatok már futóhorgászokat? Horgászok sétálnak. A brand new shop run by my friend Sophia. Other than that, you'll be able to find notice boards, storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation, plus a flagpole for yourself. Mit csinálnak a szerelő horgászok? Látjátok, csak 10-zel lehet menni. Úgyhogy az pont jó. Nice to put a fish to a face. While you're here, can I interest you in a bargain? Now, you won't get far if you don't put your bait on your rod, so give it a go. Kaptunk valamiből 20-at. Minó bétet kaptunk.
Bloodworm. A Bloodworm az a pióca? Na ott van, ez Mino. De hogy mit jelent az, hogy Hook min 10 és Hook max 4/0, az ott meg 7, azt nem tudom. Na és akkor most fogni kell még egy másik halat. Ha már horgászat, a nagy ho-ho-ho horgászt, azt nagyon szerettem nézni kiskoromban. Azt te is. Hány részes lehet az? Abban ilyen évadok vannak? Vagy csak ilyen van pár rész és csá? Vagy az egy film? Már nem emlékszem. Két évad, 26 epizód. Ó! Oh. Húsz méter, ez itt a rekord. Ja. Ja, rá lehet fókuszolni. El is lehet vágni a zsinort. Vízipók, csodapók, abban van? Hát nem tudom amúgy. Na ez már sokkal nagyobb. Bronz, azt nézzétek. És fejlődött a botom, meg a, ez az orsó, vagy ez, hogy is hívják azt a másodikat, ami nem a hal. Vagy ez a csali, az a csali ott, de az az orsó. Nem az orsó, mit tudom én? Az orsó, amit beledobunk és ott fent tartja a vízen. Bízom benne, hogy Adri ezt nem hallja. 15 másodperc alatt fogtuk el. Jó, hát elengedjük. Bronzhal az nem kell nekünk. Bár lehet, hogy jó, következőnél kipróbáljuk majd, mi van akkor, ha megtartjuk. Amit bedobsz, az az úszó vagy a villantó. Azt nézd! Itt tudom állítani, hogy milyen mélyre legyen. És akkor annál távolabbra repül. Na ezt majd ki kell próbáljuk. Mi? Drag and tension. Oda néz. Begyűjtöttük az első coint. A Mickey Mano nincs meg most, így értelem. Jó, kipróbáljuk. X és Y. Ez mit jelenthet vajon? Aha, hogy mennyire feszüljön. Hát ez biztos, hogy értünk hozzá. Na jól van, én azt csinálom, hogy egy méterre engedem, és akkor úgy dobjuk be.
Hát ez nem változott semmi. semmi nem változott. Ugyanúgy 20 méterre dobtam be, akkor mi értelme van hosszabbra hagyni az elején, amikor bedobjuk? Ezt nem vágom. Ti ezt értitek? Felugrott a hal. Ott is van. Na, ez már 0,4 kilós. Ez már azért méretesebb. Igen, ez egy nagyon ficánkoló hal volt. Azt nézd. Screenshot. Na hát, tessék. Ja, ezzel lehet állítani, hogy mennyire feszüljön. Ja, értem. Minél mélyebbre engeded, annál több esélyed van, hogy kifogod spongyababot. Nem, amúgy nem vágom itt. Ennek mi értelme van, hogy itt állítgatjuk ezt a... nézőt. Ja, értem, mert hogy igazából az, hogy most milyen távolra dobom, az mindegy, mert amikor bedobom az úszót messzire, akkor itt ez a csali mélyebbre fog menni. Értem. Jó, hát amúgy ez teljesen logikus, ez teljesen logikus. Well, I take it you got my message. Welcome to the reserve, Buckaroo. Ja, ott van. Fertőzött fák, malfunctioned equipment. És hogyha látunk ilyen dolgokat, akkor interaktáljunk vele, és a Warden tudni fogja. Tehát ugye ezek azok a dolgok, hogyha mondjuk nem éppen horgászok, akkor lehet még más is csinálni. Az úszó alatti damir hosszúságot eljött. Ja, köszi. Most így elsőre nem értettem meg, de most már oké, megvan. Challenge board. Jó, ez a challenge board minden outpostnál itt van. Ha megcsinálunk egyet, akkor több fog feloldódni, és háromféle nehézség van. Nem, háromféle típusú kihívás van. Meg kell keresni, hogy hol lehet elfogni bizonyos ilyen különleges halat. És van kettő unique mission is. Ezeket javasolják egyébként az új játékosoknak.
Jó. Float fishing. Mehet. Nem tudom. A float fishing úszó horgászat. Lebegő horgászat vagy mi? Nem tudom. Nem tudom mi erre a magyar szó. Vagy magyar kifejezés. Na most már online-ba vagyunk, fullosan online-ba. Itt is van velünk Hádach, meg Jean-Luc. Ők is itt vannak. Meg Logan is itt van. Meg XP-t is kaptunk. Meg Jason az erdőben. És itt van velünk. Elképesztő multizások vannak itt, srácok. Egyik se a barátunk. Itt van velünk Lilo is, meg Sötét Lovag 1681-6 is. Astaroth. Meg Lord a Dragon is. Ekkora ez a rezervátum? Komoly. Analfa Beta is itt van velünk közben. Valaki fogott valami halat. Ezek a srácok itt fogdossák a különbnél különb a halakat. Na nézzük. Ha pár percig nincs, nem harapnak, akkor máshova izéljük, dobjuk be. Most vissza kell menni erre a piócára, vagy mi ez? Tojással is lehet horgászni. Na! Figyelj, haver, bele ne dobd itt. Mit csinálsz? Én úgy látom, hogy neki valami gondja van. Hát mondjuk, oké. Hát csinálja csak nyugodtan. Nincs valami példa, hogy mire milyen halak adnak? Hát még nem tartunk szerintem ott. Nyilván amúgy meg lehet nézni. Én most így követem ezeket a tutoriál lépéseket. Ajaj. De hogy azt a százalékot, azt miért jó állítgatni, azt nem vágom. Ötletem sincs, hogy azt miért jó állítgatni. Még egy achievement. Három halat már kifogtunk, és ez jó. Én ennek örülök, hogyha ez jó. Ott valami nem stimmelt. Hát olyan bajszos nő. A horog mélység, oké. Okay. Ja, ezt ugye néztük. Ja, ez az, amit mondtatok. Elolvastuk, igen. Oké, okay, lassan felfogta. Catch a fish by floating fish. A csávó csajszí a vízben pecánzik? Mondjuk olyat is lehet csinálni. Lehet-e úszni? Mindjárt megnézzük. Aha. Ráharapott. Megint. Na, ez már szilver hal, csak mondom amúgy, hogy ez már szilver.
20 centi. Na, horogméreg, saját cuccépítés. Oké. We're here to fish, not be fish. Nem lehet. Az orsók fékereinek beállítását a féksillaggal lehet szabályozni, az orsó fékerő állítása a következő módon történik. Az orromutató járásával megegyező irányba erősödik. Az orromutató járásával ellenkező irányba... Hogy az óra jár... Na. Az orromutató járásával megegyező irányba erősödik. A ellentétes irányba pedig lazítjuk. Most fognunk kell még 5 halat. Kapás van. Júj! Ez 18 cent is. Mi ez a Bale arm? Ez micsodát tud, amit itt állítok? Ott jön. Igen, ráharap. Hopp. Ízlelgeti. Figyelj. Fél kilós, aztán. Egy újabb silver. Ez rekord. Szia sajti, szevasztok srácok. Jó sok százalékot adott. Ez az, amit elenged, ahogy látom. Ez hagyja, hogy menjen a Damil messzire. Aha. Lehet egy csónakról horgászni? Nem tudom, srácok. Vajon mikor van értelme felnyitni ezt a kart? Már ahogy látom, már oda jött valaki. Ilyen csak akkor, amikor bedobom, és amikor már be van dobva, akkor mi az a helyzet, amikor érdemes felhúzni? Vagy elengedni, vagy mi az? Milyen kart? Valami bélarmot mond, vagy mi az? Akkor már nem használod. Ja, akkor csak itt lehetőség van rá, hogy ezt így nyomkodjam, és így ennyi. Oké. Okay. Csak mert itt ott írja bal alul, hogy Bale arm, és akkor így ott csak úgy van.
automatikusan csapodik vissza, ha ki van oldva. Fék és minden nélkül lehet csivéltetni a hallal. Ez mit jelent? Ezt nem hallottam még ezt a szót. Az akasztja meg a damiért, ilyen biztosító valami. Aha. Ja, csak az, ami nem volt nekem világos, hogy amikor már bedobtam, akkor mi értelme van azt úgy kinyitni. Mármint így, hogy ilyen játék, azt miért ajánlja fel, vajon. Lecsivéli, elviszi a hal, hogy ne akassza meg. Ha. Oké. Okay. Ezek még ilyen alaphalak. De fognunk kell ötöt. Ez egy challenge. Azért akasztjuk ki, hogy a folyó sodrásának után lehet engedni a dummy-t. És akkor így nem szakad el, gondolom. Mindjárt amúgy szintet lép pár dolog. Na, még egy utolsót kell fogjunk. Nem, akkor még nincs rajta a hal, a folyó mozgását kompenzálják. Ó! Száva kizó. Szerintem már kifogtuk az összes halat itt. Van egy olyan érzésem. Nem, itt most volt valami. Szerintem ez ennyi. Vajon tényleg lehet amúgy csónakot bérelni? Ja, valószínűleg így ez elején még nem éri meg. Lehet-e lovon közel? Azt tudom, hogy kocsival lehet menni. De szerintem ló nincs a gémben. Szerintem amúgy itt sincs már hal. Valaki itt 4 kilós Tiger muskit fogott, vagy mi az? Ez egy különálló játék, ugye az alapjáték, amire gondolsz, az a The Hunter Call of the Wild. És az egy 2017-es game, amihez rengeteg DLC jön még a mai napig. Viszont ez, meg a Call of the Wild The Angler, ez meg egy különálló játék, ez a 2022-es, és ez is jönnek a DLC-k. Hát ilyen hülye elnevezése van ennek is, mint a SnowRunner-nek, vagy a MudRunner-nek. De ja, ez egy különálló játék. Lehet, hogy másik csal... Ott van! Ott van, csak várni kellett.
Miért ugrat, láttátok? Na. Megcsináltok a küldit. Ott van amúgy. Ultralight ereje van ennek. És meg lett a hármas szint. Kaptunk pár cuccot, ahogy láttam. Igen, kaptunk egy új botot. Ami, hát a jelenlegi botunk 0,8 méter volt, ez már 2,4, meg egy 4 kilóval nagyobb. Meg gondolom hosszabb a dummy rajta. Vagy mi? Nem tudom, mi lehet az, hogy max line strength. Na, ez 80 méter tud, és ahogy látom, ez már vastagabb. Vastagabb rajta a Damil. Na, ez kell nekünk. Rod Builder. Ugye a vastagabbat rakjuk rá. És akkor ez azt jelenti, hogy a 2 kiló a strength, tehát 2 kilós halat még elbír. Low visibility. Melyik? Hát hogyha mondjuk magas a visibility a Damiennak, az melyik? Tehát hogy vannak olyan halak, amiknél így nem számít? Mondjuk nem értem, mert a bot type-ja pergető és úszó van rajta. Az igen, 5 kilós silver halakat fognak, hát ez hihetetlen. Keménybe vannak az arcok. Pergetés, csak sima műanyag gumicsalival működik, amit a horog szlotba rakhatsz, talán jobban megérős, ha több ragadozó hal van ebbe a tóba. Na itt egy 39-es, Jason in the Wood. Na várjál, azt mondja, hogy menjünk a Mark Location-re. Na és akkor most... az van. Hogy én oda biztos nem futok el.
Na majd a quick menu megmondja, hogy mit csináljunk. Biztos, hogy van erre valami megoldás. Na, ott van valami kocsi el. Jó. Fú. Most a jó. Ez a visszapillantó, ez nem működik, ez a helyzet. Ja, valószínűleg a hajó is ingyen van, igen. Gondolkodtam amúgy azon, hogy azt kéne bérelni, viszont olyan akkor, hogyha távolabbra kell menni. Nem lehet benne úszni, azt mondja, hogy ne akarja telenni a hal. Vagy valami ilyesmit mondott. Találtunk egy lookout tábort. Kis hal, kis horog. Ja, tehát minél kisebb a szám, annál nagyobb a horog. A 10 a legkisebb, az 1 pedig a legnagyobb, gondolom én. Jó. Kis hal, kis horoggal fogható el. És talán még kis horoggal is foghatsz nagy halat, azt mondja. Jó, hát akkor én innen fogok. El ne vigyék a kocsimat.
Hát meg ugye nem is tudom, hogy ide milyen csalit kéne használni, hogy ez így most jó-e. Biztos lesz amúgy ezeknek leírása, vagy van valahol. Ott jön például egy hal. De nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon érdekelni az én tiócám, vagy mi ez a Bloodworm. Most már megnézem. Na. A Bloodworm. Tűző szúnyog. Én meg azt mondtam, hogy pióca. Akkor ez mi lehet? Most így hirtelen nincs meg. Ja, leech, tényleg. Na jó, szerintem ez így nem fog nyerni, de azért még várunk egy kicsit. Az van, hogy más is ide dobtam. De szerintem az nem baj. Itt van balra lent más. Más valaki. Jó, szerintem ez nem fog nyerni, úgyhogy visszavesszük, és gyorsan cserélünk rajta egy ilyet. Most ugye nem hallom jól. Ja, jó. Akkor jó. Fú, azt hittem elvitték a kocsimat. Most nem tudok átváltani, de majd megnézem még milyen csalik vannak. Csalikok. Vagy lehet, hogy mélyebbre kell beengedni. You have returned. Vagy lehet, hogy innen már amúgy kifogták az összes halat. Szeva, oson a foson. Köszi szépen a tizen... Ohó, az very big! Az egy... Köszi szépen a támogatásodat, oson a foson a 19 hónapot. Eregjenek a szövegek, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Az komoly! Na! Elfelejtettem, hogy ez micsoda. Ez egy milyen hal? Hát én nem tudom. Elfelejtettem, hogy ez milyen hal, de ez már egy kiló. Új rekord. Új rekord. Ez több mint egy kilós hal. És 36 centi. Mehet a csirkváriumba, igen.
Azt mondja, Hawk Size 7-et fogunk használni. A nagyobb horog kizárja a kisebb halakat. Jó. Na és azt olyan hogy kell? Size 7-es hóka az olyan hogy kell? Én ezt értem. Hoppá. Azt hiszem tönkretettük. Igen. Wow, monofilament. Ja, ott van. 7-es. Max 7-es. Hotdog. Oda néz, egy hotdogot is rá tudunk rakni, meg sajtot. Én most sajtot rakok rá, jó? Fishing szájban van a második ábra, az talán izgalmasabb lenne nekem. Igen? Hát most így ez, amit így javasol, hogy ezeket csináljuk. Reméljük jönnek a sajtra. Az előbb azzal a kishal csalival elég jók voltunk. Ja, de most 7-es horoggal nyomjuk. Ugyan, hogy 8-as és 4-es soroggal lehet használni a sajtot, és ez elvileg így okés. Mármint, hogy ha én jól értettem. Mert ugye minél kisebb a szám, annál nagyobb a horog, és 8-astól javasolják a sajtot. Szóval ez elvileg így jó. Márha persze nem értettem félre. Melyik játékban is volt, ez nem tudom, emlékeztek-e, amiben gránáttal lehetett horgászni. A Far Cry-ba lehetett? Vagy miben lehetett gránáttal horgászni?
Hát de volt olyan, nem? Nekem rémlik valami ilyen játék. Ez. Én nem látom, hogy ez most sikeres lenne. Cserélünk egy... Ezért? Nem emlékszel, te sem oga. Farmer's Life. Az, ne, az nincs meg. Én úgy érzem, hogy a kis hal lesz a nyerő itt. Vagy lehet, hogy lejjebb kéne engedni. Lejjebb engedjük. Mondjuk fél méter. Már rögtön jött is, azt nézzétek mekkora. Na. 1,3 kiló, újabb rekord. Micsoda foga van amúgy. Meg milyen, hogy be lehet látni egyébként a száján keresztül? Ez kis csuka. Egész 3 kiló és 42 centi. Fogtam egy csukát. De 4,2 kilós csukát fogtál IRL. Nice. Oda néz, szintlépés. Teljesítettük a mission-t. Ja, és akkor most az a feladat, hogy még fogjunk ötöt. A Red Dead-be lehetett dinamittal. Na és hogyha már így itt vagytok páran horgászok, akkor mikor engeditek vissza a halat, vagy mikor érdemes visszaengedni a halat, és mikor meg nem? Vagy ez hogy működik? Ha kicsi a hal, akkor engeditek vissza? Srácok, távolodik. Ez nagyon húzza.
Jobbra bárra húzogassam? Jó. Egyre távolodik. Nem leengedni? Akkor hogy? Nézik el a hal mozgását. Az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy hol van. Jó, messze van, azt látom. Hát én innen nem látom annak a halnak a mozgását. Jesus. Hát ez egyre távolabb megy. Hát gondolom onnan lehet, hogy amerre húzom, ott lejjebb megy a... Izé. De már 77 méter. 80. Jó. Hát ez valószínűleg rip. Ez rip. Ezzel már nem tudtam mit csinálni. Ja. A motorcsónak elvitte. És miért nem látok amúgy semmit? Ott van. Ott van, jó. Azt hittem, hogy megrongálódott. Az igen, itt lazán ugrált egy hal. Próbálom megnézni, hogy... Hogy merre kell rángatni, de ez is csak egyre inkább távolodik.
Ez is egyre inkább távolodik. Én nem tudom, szerintem ezeket nem tudjuk kifogni még. Vagy igen? Megint amúgy. Hát ez esélytelen. Jó. Jó, hát ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni. Mi a feladat? Fogjunk 5 halat. Jó, akkor én visszaváltok amúgy 10-essel. Szerintem az úgy még működni fog. Mit gondoltak? Gránáttal is meg lett volna, már csak mondom. Ez ilyen ragadozó hal volt, azért volt ilyen erős ez a bothoz. Ott van valaki másnak a izéje. Az orsója vagy mi. De legalább most már megértettem, hogy mit csinál az Y és az X. Most már az legalább megvan. Na, hát ez fél kilós. Oké. Na most ide dobjuk bele. Látjátok, valaki ott nyomja? A sötét lovag onnan föntről a hídról nyomja. Ott van, mindjárt harap. Amit ott ír, hogy 0,2 per 4 méter, az mit jelent? Ja! Az egyik az, hogy milyen mélyen van a víz alatt. A másik az nem tudom mit jelentett. Hát ez nagyjából ugyanaz. Ezzel még nem is fejlődünk.
Visszarakjuk a 7-est. Megnézzük ezt a Bloodworm-ot. Meg azt még ki kéne próbálni, hogy milyen a izéről pecázni. Csónakról. A Tiny Tinában volt az, hogy lenyúkozták a tengert? Ha, már nem is nagyon emlékszem arra. Lehet, hogy könnyen felejthető volt a sztoria. Vagy csak szokásosan. Jó. Elfogyott a türelem, srácok. A tündér torgálását akarták kérni, hogy biztonságosan eljussanak a szigetre, aki inkább felrobbantotta a tengert. Igen. Szerintetek mi történt? Sikerült GTA-zni? Need for Fish Underground 2. Underwater Ground, igen, igen, azaz. Jó, itt kell majd jobbra fordulni. Igen, ez itt az UAZ. Nem egy Dacia. Nitro nincs benne, csak mondom. Az igen, a 16-os honnan nyomja a pecázást. Na. Na, megjöttünk. És most jöhet a csónak. Egy kis csónak peca. Oké. Na, az elejéről fogunk pecázni. Tessék. Lehet a csónakból pecázni.
Na de vajon kocsiból lehet becázni? Vagy a kocsi tetejéről? Ezt lehet majd kipróbáljuk. Lehet hamarabb próbáljuk ki, hogy behajtunk a vízbe, mint hogy kifogunk egy halat. Én azt mondom, még egy utolsót kéne fogni. ASMR. And chill, just fishing and cozy sunset sounds. Hmm. Ott valami bugyborékolt. Egy bálnát fogunk mindjárt kifogni. Valószínűleg amúgy nincsenek nagy halak. Ilyen izgalmakat se lehetenék, hogy az asztal alatt játszom. Hát ez tipikusan olyan, hogy így közben lehet más csinálni, amíg várunk. Nyolcvan évesen lesz számunk belert, hogy felkeltsetek. Igen. Nézzek, ott ugrál ahelyett, hogy bekapná. Sziasztok, van valakinek tapasztalata a játék multiplayer részében? Nem egy helyben futnak az emberek, lehet, hogy nem bírják a szerverek a terhelést? Nem tudom, nálam itt így sétálgatnak, meg nyomják a pecázást. Buck, it's Clay. Just getting in at Ruby River Range if you need me. Got you down here.
Hát ez amúgy full chill, full relax. Már csak hal kérem. Már csak egy halat akarok. Egy halat. Egy utolsó halat. Hát ezzel nyilván nem úgy nagyobb halakat kéne fogni ezzel a bottal. De egy fél kilósat sikerült így a végére. Nem rekord, de sikerült egy halat fogni. Jól van. Én amúgy ebben a játékban nem látok semmi kivetni valót. Aki így szeret horgázgatni, az biztos amúgy ezzel el tud lenni. Így újabb felszereléseket vesz. Nem próbáltuk ki sajnos, nem próbáltuk ki amúgy itt a... Azt, hogy mondjuk ez a lure spinning, jighead spinning, bottom fishing, akármit. Tehát, hogy ezt így még nem. Ahogy látom egyébként lehetne valami hasonló, valami ilyesmi jellegűt összerakni. De hogy ezeket még nem próbáltuk ki. Van itt többféle is, többféle horgászási módszer, meg ugye nem csak horgászni lehet, hanem fákat nézegetni, meg ilyenek. Ez miben lesz másabb? A Russian Fishing Simulator-t azt még nem próbáltam ki, csak az Ultimate Fishing Simulator-t. Lehet, hogy majd az is egyszer sorra kerül. Ez a legyezőzés, se tudom, hogy micsoda. Valamit próbáltunk egyébként. Na ez most miben másabb? Egyébként. Uh-huh. Jó, mindegy, ezt majd kiderítjük egyszer. De ez a horgászós Call of the Wild, ez amúgy nem érzem amúgy, hogy annyira az én játékom lenne. Nem vagyok amúgy oda annyira nagyon a horgászatért, de így szívesen kipróbálom megtapasztalom ezeket a dolgokat. De most így egyelőre ennyi fért bele ebbe a bő egy órában, hogy így kipróbáljuk az Epic ingyenes játékot.
Mondom, nekem a vadászós az így, úgy érzem, hogy az közelebb állt hozzám, abból volt egy-két stream, és azt így nagyon éltem. De hát remélem, amúgy tudtam nektek segíteni azzal kapcsolatosan, hogy hogy ez így milyen, be akarjátok egy gyűjteni, kipróbálni, vagy esetleg streameket nézni róla, videókat nézni róla. Köszi szépen a figyelmet, meg a segítséget is természetesen.